Ma reggel a kórház előtt felállított belépési pontnál kezdte Ceglédi látogatását Pest megye Védelmi Bizottságának elnöke. Tarnai Rihárd azért érkezett a Ceglédi kórházba, hogy meggyőződjön róla, minden felszerelés rendelkezésre áll-e, van elég lélegeztetőgép, védőruha, és persze az egészségügyi dolgozókról is érdeklődött a kórház parancsnoktól. Bírja a személyzet még? Egyenlőre nincsen probléma. Tarnai Rihárd ellátogat a megye kórházaiba. Kistarcsa és Vác után Cegléden is nagyon jók a tapasztalatok. Azt látom az eddigi tapasztalataim alapján, és itt a Ceglédi kórházban is eddig azt tapasztaltam, hogy helyükön vannak az orvosok és az ápolók, és egyébként nagy-nagy köszönet a részükre, mert azért ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak az ő számukra. Az eszközök már megérkeztek a tavaszi hullám előtt, tehát ugye a kormányzat már másfél évvel ezelőtt elkezdte beszerezni ezeket az eszközöket, megjegyzem, elég nagy támadások érték ezért az ellenzéki pártok részéről, hogy minek fölöslegesen beszerezni eszközöket, hát azért, mert most sajnos ezeket használni kell. Az elmúlt 24 órában 3927 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, és elhunyt 87, többségében idős krónikus beteg. A 4000-nél kevesebb napi új fertőzött szám alapján megtörni látszik az esetszám kifejezetten gyors emelkedése, de a járvány még most is dinamikusan terjed az országban. A cél, hogy minél kevesebben betegedjenek meg, akik pedig megbetegszenek, a legmagasabb szintű ellátást kapják, hangsúlyozta Tarnai Rihárd. Amit ehhez hozzá kell tenni, azt a kormányzat hozzáteszi, amit pedig lelkesedés, elhivatottság és szolgálat, az pedig a kollégák. Én úgy gondolom, hogy bárki bármilyen módon elkapja a Covidot, amiatt nem kell izgulnia, hogy nem kapná meg ugyanazt az ellátást, amit mindenki az országban megkap, és ezt a legmagasabb szinten. A kormány szigorító intézkedései körülbelül 2 hét múlva mutatják meg igazi hatásukat. A legfontosabb, hogy mindenki fegyelmezetten tartsa be az előírásokat. Tarnai Rihárd úgy látja, a lakosság nagy hányada szabálykövető. Nagyon szépen köszönöm a Cegléden élőknek, a járásban élőknek, hogy ilyen komolyan veszik ezeket az intézkedéseket, mert itt nem arról van szó, hogy csak azért csinálunk és vezetünk be intézkedéseket a kormányzat részéről, és azért ellenőrizzük, mert ezt így illik, vagy ezt így szokás, hanem valóban kimutatható, hogy ezek az intézkedések meg tudják fékezni a járványnak az intenzitását. Cegléden a legfrissebb adatok alapján 251 fő van járványügyi zárlat alatt, vagyis igazolt beteggel találkoztak, és 180 vannak járványügyi elkülönítés alatt, akik igazolt betegek és otthonukban gyógyulnak. Tarnai Rihárd a Ceglédi Járási Hivatal vezetőjével dr. Nyikos Tamással együtt tett látogatást a kórház orvosigazgatójánál.